Érdemes figyelemmel lenni a személyi kedvezmény érvényesítésére a személyi jövedelemadó bevallásban, hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina Adópercek című műsorunkban adott erről tájékoztatást. Mint elmondta, a személyi kedvezményt, azaz a súlyos fogyatékosság miatti kedvezményt a 335/2009-es kormányrendeletben felsorolt betegségekben szenvedő adózók, valamint a fogyatékossági támogatásban rokkantsági járadékban részesülő személyek érvényesíthetik. Abban az esetben, hogyha jogosult az adózó erre a kedvezményre, akkor az állapot fennállásának a kezdő időpontjától a befejező időpontjáig jogosult erre a kedvezményre. Hogyha végleges ez az állapot, akkor ugye csak a kezdő időpont irányadó, és az igazoláson szerepel az, hogy ez az állapot ez végleges, tehát onnantól kezdve folyamatosan igénybe lehet venni a kedvezményt. A kedvezményre való jogosultságot pedig az ellátásról szóló határozattal, illetve orvosi igazolással lehet igazolni. Ezen dokumentumok birtokában 2021. január 1-től adóalapcsökkentő kedvezményként lehet ezt igénybe venni. A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített összege, ami 2022-ben havi 66.700 forint. Mivel ez az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, ezért minden olyan jövedelem esetén érvényesíthető, amelyek ebbe a csoportba tartoznak, mint például a munkabér vagy a megbízási díj. Abban az esetben, hogyha az adózónak van ilyen jövedelme, és egész évben jogosult a kedvezmény igénybevételére, tehát maga a fogyatékossági állapot egész évben fennáll, akkor független ez a kedvezmény attól, hogy hány hónapot dolgozik. Tehát mindig a fogyatékosság fennállását kell figyelembe venni, nem azt, hogy hány hónapot dolgozik az adózó. Így például, ha a kedvezményre jogosult az évben 10 hónapig dolgozik munkaviszonyban, a jövedelme 1 millió forint lesz. A kedvezményre viszont egész évben jogosult, ezért 120.060 forinttal kevesebb lesz az éves adója, ha érvényesíti a kedvezményt. Mindenről kérhető tájékoztatás a NAV-tól telefonon és személyesen az ügyfélszolgálatokon is.